Várjatok egy pillanat, leakasztjuk a növényt, majd ugye visszarakom. Szevasztok srácok, és üdvözöllek titeket az Insect Breeding Hungary mai kis videójához, illetve mai kis élőadásához. Nos, igen, hát várjunk az első emberekre, azon kívül elmondom, de úgy látom, hogy már itt vannak az elsők, méghozzá öten vagyunk így kezdésnek, az már nagyon jó, köszönöm szépen. Arról szól az egész, tudjátok, ismeritek a dolgot, beírjátok a kérdéseket, illetve kommentárokat, illetve akármit, ami rovarokkal és terrorisztikával foglalatos a kommentár, illetve a chat szekcióba, és akkor mi szépen beszélgetünk itt a dolgokról. Kérdésekre megpróbálok válaszolni, nem feltétlenül tudok rá válaszolni, ez attól függ, hogy milyen kérdés, mivel függ össze, hogy nagyon picit a kamerát megpróbálom beállítani. Remélem, hogy most jobban fog működni a wifi szempontjából. Nagyon sajnálom, hogy a múltkor beszart a live. Nem tudom, hogy miért, de sajnos megadta magát egy idő után. És elnézést kérek a furcsa háttérzajokért, hogyha esetleg hallatszódik, mert kint elég durva vihar van pillanatnyilag, úgyhogy nem tudom, mennyire fog hallatszódni a sztori. Igen, ezért így előre elnézést szeretnék kérni. Nos, srácok, szerintem kezdjünk bele, és akkor várom az első kérdéseket. És itt vannak már az első emberek. Balázs mikor indul? Hát már elindult. Kovács, Barnabás, sziasztok, hello, hello. Igen, 6 néző, 3 like, jó. Akkor szerintem várjunk még egy kicsit, még az első kérdések így megérkeznek. Sajnos a madárpókos videót még nem vágtam meg, srácok, azon a helyzet. Leforgattam már egy hete, de ezen a héten sajnos nem jutottam el odáig, hogy megvágjam, és bár belekezdtem a vágásba, de még bőven nem vagyok kész vele. Úgyhogy kérlek szépen titeket, hogy legyetek valamennyire türelmesek, hogyha minden jól megy, akkor megpróbálom holnap után megvágni ezt a videót, és akkor valamikor a jövő hét közepe felé megjelenik. Leforgattam, elkezdtem vágni, csak sajnos ezen a héten dolgoztam nagyon-nagyon sokat, plusz volt egy-kettő projekt, amit itt meg kellett csinálnom az állatoknál is, úgyhogy nem jutottam el odáig, hogy megvágjam a videót, ezért is szerettem volna ezt az élő adást itt beindítani, hogy legalább legyen valami, ami felőlem jön. És akkor, hát igen, úgyhogy nagyon sajnálom, majd mindenképp meg akarom vágni, hát most ezt ígérgetem már egy hete, úgyhogy majd muszáj lesz nekiülnöm a sztorinak. Másik sztori pedig lesz még egy videó, most ezt csak azért mesélem, ameddig nem jönnek az első kérdések, hogyha jönnek az első kérdések, akkor abba hagyom a pofázás, mert akkor rátok koncentrálok. Vannak itt nekem Brachinella thailandensis petéim, ami szintén egy branchiopoda faj Tájföldről. Holnap be fogom indítani a tenyészetet, és mindenképp szeretnék ehhez a fajhoz egy videónaplót csinálni a tartásról, tenyésztésről, és hogy halad nálam az egész. Úgyhogy arra készüljetek majd mindenképp, az nem a héten fog kijönni, hanem szeretnék egy hosszabb videónaplót. Mondjuk egy hónapon keresztül, ugye ez szintén nagyon gyorsan fejlődő kis rákok, hasonlóak, mint a triopszok. Igen, szerintem ez egy nagyon érdekes kis videónapló lenne, ezt most csak így elmondtam. 17-en vagyunk, az nagyon szuper, és látom, hogy jönnek az első kérdések, úgyhogy akkor kezdjünk bele. Endrex, jó estét kívánok neked, és szia, tudnál mondani pár szót a marmaszoidi SP-ről. Barnabás, nekem erről most pillanatnyilag nem jut eszembe semmi, hogy őszinte legyek. Marmaszoidi. Nem tudom, mire gondolsz. Esetleg egy fajnév talán, mert most így erről nem jut eszembe, hogy melyik állatkáról lenne szó. Sajnos. Jó estét, szerinted érdemes kárpáti skorpiót keresni? Hát Magyarországon nem, mert Magyarországon nem fordul elő, úgyhogy nem. Én úgy tudom, hogy legközelebb hozzánk Romániába fordul elő, illetve Szlovákiába is előfordul, viszont Magyarországon tudomásom szerint nem fordul elő. Nagy ritkán megjelenik, de az csak azért van, mivel faszállítmányokkal behozzák az országba, de általában nem marad meg. Hogy miért nem marad meg, azt ne tőlem kérdezzétek, mert nem tudom. De Magyarországon kárpáti skorpió igazából nincsen, legalábbis tudomásom szerint. Én úgy tudom, hogy kárpáti skorpió Magyarországon nem él természetesen. Sajnos Magyarországnak nincsen skorpiója, Németországnak egy faj van, úgyhogy majd megyünk nyáron megkeresni. Most se kaptam értesítést, hát az sajnálatos, akkor kapcsold be a harangot, ami a feliratkozós gomb mellett van, akkor elvileg kapnod kéne. Hello, a múltkori élőadás végén mi történt? Vince, az a nagy helyzet, hogy befagyott a live, és nem tudom, szar volt a net, befagyott. Fogalmam sincs, nem, hogy most jó, és most nem is akadozik túlságosan, ahogy látom. Mondjuk ezt azért kopogjuk le. Lehet, hogy ez majd még megváltozik, nagyon remélem, hogy ez most így marad. Múltkor sajnos beszart az egész, fogalmam sincs, hogy miért. Normál esetben működni szokott, mert ugye én német csatornán szoktam live-olni időnként, és igen, elvileg. Jó.
Hello Alex, mondasz pár szót, sziasztok, Svodromantis Viridis tartásról. Svodromantis Viridisnek a tartás igazából nem egy nagy robbanás, ez egy nagyon jó kezdőfa imádkozó sáska tartása. Hát egy megfelelő méretű műanyagdoboz, ez nyilván attól függ, hogy mekkora egyedeket szerzel be, tehát hogy adult nőstinek mondjuk egy 30x30x40-es doboz, az tökéletesen megfelel. Növendékeknél lehet egy kicsit kisebb, de igazából érdemesebb őket is nagyobb dobozba elhelyezni, abból a szempontból, hogy tudjanak jól vedleni. Itt is van egy ilyen alapszabály, mint a bocsáskáknál is, hogy az állatnak a teljes testhosszának, ezt most szarul fogalmaztam meg, tehát a doboznak a magassága legyen a háromszorosa az állatnak a teljes testhosszának, tegyük fel egy viridis növendék esetében mondjuk 5 centi, akkor legalább egy 15-20 cm magas dobozra van szükség, hogy az állat jól tudjon medleni. Berendezésnek igazából talajnak azt használsz, amit szeretném, mert nem talajlakú állat, tehát kókuszrost, homok, tök mindegy. Igazából a viridis se, a páratartalomra se olyan borzasztó érzékeny, tehát az se borzasztóan fontos, hogy a talaj jól tartsa a páratartalmat. Berendezésképpen különböző mászóágak, kéregdarabok, hogy az állat jól tudjon mászni, illetve ami nagyon előnyös, hogyha a doboznak, vagy akár terráriumnak, attól függ, hogy miben alkalmazott, hogyha dobozt csinálsz, akkor mindenképp a doboznak a tetejét azt vágd ki, és ragaszd be szúnyoghálóval, mert az imádkozók nagyon szeretnek ezen lógni, illetve vedleni, úgyhogy ez egy tök jó dolog. Illetékesen a jó szellőzés az valamennyire szükséges, mondja viridis, tehát a maguk az fodromantiszok annyira nem borzasztó érzékeny állatkák, de azért egy megfelelő szellőzés az legyen. Mit tudom én, igazából, hogyha műanyagdobozt csinálsz, akkor jó egy kétoldalas szellőzés, tehát tetejére csinálsz egy lyukat, kivágod, beragasztod szúnyoghálóval, és az egyik oldalra csinálsz egy lyukat. Olyan két naponta érdemes párásítani, az bőven elég, két naponta egyszer jól befújod a kecót, tudjon inni. Elségállatnak mehet minden, a tücsköt kivéve, a tücsköt a szimátkozó sáskák esetében érdemes hanyagolni. Egyrészt hordozzák az iridovírust, illetve hordozhatják, de sajnos gyakran hordozzák a kereskedelembe vett tücskök. Az iridovírust, amely a legtöbb ízel lábúra nézve halálos. Másik pedig különböző fonalféregfajokat is hordozhatnak, ami szintén halálos lehet az ízelt lábú akra, ízelt lábúra, nem, ez nem jól van megfogalmazva, a rovarokra. Például madárpókokat nyugodtan lehet tücskökkel etetni, de az imádkozós esetben nem feltétlenül. Akkor elmondtunk igazából minden tartásügyileg. Ja, hőmérséket, hát az imádkozók úgy átlagban szeretik a meleget, nem kell ezt túlzásba vinni, de mondjuk nappal egy ilyen 24-26 fok, az úgy tökéletes, éjszaka lemelt szoba hőmérsékletre. És akkor igazából azon kívül a Svodromantis viridisszel nagy problémát nem lesz, mert nem egy nehezen tartható faj. Hello Balázs, örülök, hogy te is itt vagy. Szia Dávid, azt hiszem marmaszőket ilyennek is becézik, de szerintem csak marmaszjödé. SBN zöld le, bocs. Ja, bocsáska, persze, a Katien, oké. Okay. Nem ismerem a fajt, hogy őszinte legyek. Most így rémlik valami a néve, a neve az rémlik valamennyire, viszont nincs előttem a faj, és nem biztos vagyok benne viszont, hogy nem tartottam, úgyhogy sajnos ez nagyon sok minden nem tudok mondani. Viszont, hogyha felmész a Google-ba a fasmatodea.com című weboldalra, ott nagy valószínűséggel találsz hozzá cikket, ami általában egy rövid leírás az állatokról, tehát testfelépítés, szaporodás, időtartam, tehát a generációs időtartam, stb. És általában találsz egy rövid leírás is arról, hogy milyen tápnövényeket esznek, milyen tartást igényelnek, milyen páratartalom, hőmérséklet, stb. Ezt tudom ajánlani, igazából ez egy nagyon jó dolog. Tehát fasmatodea.com, igazából ez így tényleg egy nagyon jó kis weboldal. Nem tudom megígérni, hogy ehhez a fajhoz van-e cikk, de a legtöbbhöz van, tehát ott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok faj van jelen tartva, úgyhogy ezt tudom ajánlani, hogy ezt mindenképp nézd meg, hát a fenn van. Én sajnos ehhez most nem merek hozzászólni, mert nem ismerem a fajt. Szevasz Norbert, örülök, hogy te is itt vagy, tudomány és technika, örülök, hogy te is itt vagy. Hülye kérdés, de eszembe jutott. Ágyi poloskát hogyan lehetne tartani, etetni? Ez vicces kérdés, de eszembe jutott. Hát ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam sincs, hogy őszinte legyek. Hát igazából szerintem, hogyha szerze van a ágyi poloskát, betelepíted az ágyadba, és nem mosod ki túl gyakran az ágyneműt, akkor megvan a tartásmód, tehát akkor más nem nagyon kell velük csinálni. Hát én ehhez most inkább más nem mondok, de igazából így tartatunk, meg tenyészhető is biztos nagyon jól, tehát nem hiszem, hogy problémák lennének így a tenyésztés szempontjából, úgyhogy ezt nyugodtan ki lehet próbálni, hogyha szeretnéd magadat feláldozni. Dávid, Philium philippinicumról tudsz mondani pár szót? Persze, nagyon szívesen, van is most nálam pont egy jó néhány növendék, most keltek a peték, illetve most kezdtek el kikelni.
Hát mint a legtöbb fílium faj, szeretik, hogyha jól szellőzik a kecó, tehát szintén műanyagdobozt ajánlok, aminek mondjuk kettő oldalát vágjuk ki egy késsel, ollóval, akármivel, és ragasszuk be szúnyoghálóval, hogy megfelelő legyen a levegőnek a cirkulációja. Páratartalom szempontjából én nem szoktam túlzásba vinni, mondjuk nagyon sok helyen mondják, hogy a fíliumok borzasztó igényesek a páratartalomra, mondjuk általában a filipinikumra ezt nem szokták mondani. Én naponta egyszer este szoktam egy kicsit párásítani, úgyhogy tudjanak megfelelően inni, viszont másnap reggelre ez a pára ez eltűnjön, tehát kiszáradjon. Nyilván ez fontos, hogy a levegő ne fulladjon be, ne fülledjen be, mert azt nem nagyon csipázzák az állatkák. Tápnövénynek igazából mindenféle, ami rózsaféle, tehát ez lehet szeder, rózsa, málna, tűztövist, azt most például nem tudom, hogy megeszik-e, de elvileg meg kéne, hogy egyék. Úgyhogy ezt most akkor hagyjuk ki. A mogyorót azt például nagyon szeretik, nyilván mogyoró az télen nem igazán elérhető. És ami filiumoknál mindig nagyon-nagyon szuperul működik, az a tölgy. Tehát, hogy esetleg egy tölgyerdő közelébe laksz, és nyáron van tölgyavar, azt imádják. Tehát a tölgy az, amit nagyon-nagyon-nagyon szívesen zabálnak, azon kívül télen a szeder az nagyon jól működik, és rózsamálna, tűztövist, azt most nem tudom biztosan, szerintem megeszik, de nem 100%, de azért legtöbb dolgot megeszik. A peték inkubálása az nedves talajon, mondjuk kókuszrost vagy vermikuliton körülbelül egy ilyen 3-4 hónapot vesz igénybe, ezt szobahőmérsékleten teljesen tökéletes. Igazából egy dologra, amire figyelni kell, hogyha tenyészted az állatkákat, hogyha a frissen kelt egyedek, azok néha nem feltétlenül szeretnek elkezdeni táplálkozni, úgyhogy ott van egy nagyon jó trükk, hogy a szedernek vagy egyéb tápnövényeknek a szélét levágod ollóval, hogy a növendékek jobban hozzájussanak, mert általában a levelek széle az kicsit el van száradva vagy keményebb, ezt levágod ollóval, és akkor könnyebben hozzájutnak a táplálékhoz. Még egyszerűbb, hogyha vannak adult egyedek, és akkor berakod az adultakhoz, az adultak megrágják a leveleket, és akkor a növendékek tudnak abból is enni, az még jobban működik. Igazából azon kívül a filiumokhoz nagyon nincs, tehát a filipinikum az úgy talán kezdésnek a legjobb vándorló levelek közül. Igazából a jó szellőzés az fontos, ahogy mondtam, tápnövényeket elmondtam, igazából szerintem így összefoglalva elmondtam a fontos dolgokat. Egy dolgot még érdemes figyelembe venni náluk, hogy ők hajlamosak megrágni egymást, tehát hogyha nagyon sok egyedet tartasz kis helyen, akkor elkezdik egymást megrágcsálni, ami nem néz ki túl szépen egyrészt, másrészt pedig esetenként az állatok elpusztulhatnak benne. Nekem volt ilyen esetem, hogy egyszerűen annyira megrágták az egyedet, hogy az nem maradt életben. Úgyhogy, hogyha tenyészteni szeretnéd őket, és tényleg mérsékelten sok egyedet van, azért a Filium filipinicum képes elég jól szaporodni, tehát ő azért nem olyan bocsáska faj, ami nagyon-nagyon keveset tojik, meg nagyon rossz a kelési aránya, tehát ők azért jól szaporodnak. Akkor mindenképp ügyelj arra, hogy... mindenképp ügyelj arra, hogy egy megfelelő méretű teráriumban, műanyagdobozba helyezd a növendékeket, hogy ne rágják szét egymást. Jó, oké. Okay. Szevasz Dávid, örülök, hogy te is itt vagy. Az ászkarákokra milyen hatással vannak a százlábúak? Most ez természetes élőhelyre vonatkozik, vagy fogságba tartásra vonatkozik? Hát a százlábúak ragadozók, hogy milyen mértékben fogyasztanak ászkarákokat, na látod, azt nem tudom neked megmondani. Én ugye tartok barna százlábúakat, illetve tenyésztem őket most már jó pár éve, és abban vannak Cilisticus convexusok, viszont én sose figyeltem meg, ugye a Cilisticus convexus ez egy Magyarországon idegen honos, viszont nagyon elterjedt ászkarák faj, egy körülbelül 1 cm hosszú, barna, és mindenhol megtalálható, tehát városokba, erdőkbe, az tényleg mindenhol, tehát egy nagyon elterjedt faj. Nekem van betelepítve, és én sose láttam, hogy egy litóbiusz, tehát egy barna százlábú az zsákmányolt volna egy ászkát. Úgyhogy nem tudom, hogy őszinte legyek. Valószínűleg elejtenek időnként ászkákat, könnyen lehet, viszont nem túlzott mértékben. Tehát szerintem, hogyha arra utal a kérdés, hogy teráriumba vagy dobozba tartasz egy ászkarák fajt, és véletlenül beviszel a dobozba 1-2 százlábút, szerintem nem durván mérsékelik a populációt, hogyha van esetleg más eleség állat. Ebben viszont nem vagyok 100%-osan biztos, mondom, én ezt még nem figyeltem meg, viszont én adok nekik tücsköket, meg csótányokat, úgyhogy lehet csak azért nem eszik meg az ászkákat, mivel van más választás. Ugye az ászkáknak azért a kitin páncél az elég kemény, illetve nem csak kitinből áll, mert ugye rákok, de ez egy nagyon kemény páncél. Szerintem az nem feltétlen egy ragadozónak az álma azon átrágni magát, úgyhogy
nem tudom, hogy őszinte legyek. De szerintem bizonyos mértékben biztos fogyasztanak, valószínűleg frissen kelt növendékegyedeket, valószínűleg zsákmányolnak, de szerintem nagy adult egyedeket már nem feltétlenül. Mondom, én sose figyeltem meg, de ehhez nagyon más nem tudok hozzászólni. Én azt mondanám, hogy valószínű, mert azért a százlábúak elég opportunista ragadozók, tehát igazából ők mindent esznek, amit el tudnak kapni, de sose figyeltem még meg. Jó, Lisa Katina Fulik, a vásárlásban gondolkozom, ki is írtam egy csigás csoportba egy kérdést, hogy esetleg van-e valakinek. Már többen válaszoltak, de nem tudom, hogy mennyire lehet bízni bennük, tekintve, hogy nagyon elterjedt faj. Hogy érted, hogy nem lehet bízni bennük? Mármint, hogy nem fulikát adnak el, vagy milyen szempontból? Hello, Levi, örülök, hogy te is itt vagy. Nálunk a lakásban helyel közel beszokott jönni ilyen nagy 2-4 cm-es sötét, barna, hosszúkás potró, viszonylag nagy csáprágújú pók. Fú, nem tudom, mi lehet az, nekem farkaspók-szerű, de nem igazán tudom. Hát én ebből most nem fogom tudni neked megmondani, hogy őszinte legyek, mert ebből szerintem elég sok faj van Magyarországon, hogy ebből nem tudok megmondani semmit, tehát ez lehet sok minden. Egyszerűen a megcsipett tért hajlattál este, rohadtul fáj, és elég csúnyasebb is lett utána, nem tudod beérte, hogy mi lehet ez. Így nem, tehát ilyen leírás alapján nem. Hali, hülye kérdés, mert nem beszéltél róla, de azért megkérdezem, hogy hangyákkal foglalkozol-e? Nem foglalkozom hangyákkal, nekem a hangyák valahogy így tartásügyileg nem jönnek be. Ezt úgy kell érteni, hogy természetben nagyon érdekesek, nagyon szívesen megfigyelem őket, stb. De nem szeretném őket feltétlenül fogságba tartani, és amúgy régen tartottam 3 fajt. Lazius niger, Lazius flavus és egy Camponotus faj, aminek megint elfejtettem a nevét, pedig a múltkori élőben valaki leírta nekem, de most megint nem emlékszem már rá, mindegy, ez a 3 faj nekem volt, de nekem a hangyák valahogy nem igazán jöttek be. Amik nagyon érdekesek és nagyon szívesen tartanék, megint azok a termeszek, csak sajnos Európában nagyon kevesen tartják, foglalkoznak vele, úgyhogy nehézkes hozzájutni. Termeszekhez is tartottam, csak nagyon sajnos elrontottam ebbe valamit, és berohadt az egész tenyészet, bepenészedett a papír, amin voltak. Úgyhogy igen, hogyha esetleg valamikor hozzájutok megint egy retikuli termesz Banyulenzis kolóniához, akkor az nagyon pacek lenne, mert az a nagyon szép faj, és tényleg baromi érdekes őket megfigyelni, de nem tudom, a hangyák engem annyira nem fogtak, meg így fogságba tartás szempontjából. Köszi, nagyon szívesen. Az állomány mennyire erős, pölő tartás körülmények, testvérszők száma, azok-e mennyire egészség. Vince, ez nehéz megmondani egyrészt, másrészt pedig a hátségáknál, főleg a Lisa Katina Fulica retikulát, tehát ami minden, ami Lisa Katina igazából is, és nem annyira ritka faj, tehát ez a retikuláta, Fulica, Immaculata, ezek nagy valószínűséggel hibridizálódtak valamikor az idők során, tehát hogy ezek már nagyon régben vannak a hobbiba, és nagyon valószínű, hogy valakinél hibridizálódtak a testvérszülő, és valószínű mondjuk a beltenyészet az ízelt lábúaknál, illetve gerincterneknél. Szerintem nem olyan borzasztó nagy probléma egy rövid távra nézve, hosszú távra lehet problémás, de például van egy csomó bocsáskafaj a fogságban, amelyekből egyszer hoztak be egyedeket, és abból, azokból a pár egyedből épül föl az egész európai populáció. Tehát, hogy most beltenyészet az egész, viszont működik, még nincs rajtuk nagy elváltozás, lehet, hogy 10 év múlva lesz, hogyha még nagyobb beltenyészet lesz az egész, csak ugye ez tovább tart. Hogyha tényleg tiszta fulikákat szeretnél, akkor vadonfogottakat lehet venni, vagy olyan egyedeket, amelyek biztos, hogy vadonfogott szülőktől származnak. De ezt nagyon nehéz megcsinálni. Tehát az, hogy azok tiszták vagy nem, ezt ránézésre általában nem lehet megmondani. Ebben nem tudok segíteni, tehát hogy ez sok embernél szaporodik, sok ember tenyészti, sokan nem is gondolnak bele, hogy az a hátségából több faj van, ezt nagyon gyakran lehet olvasni a neten, főleg Facebook csoportokban, hogy a hátsiga az egyrészt, hogy milyen fajta, ugye nyilván tudjuk, hogy nem fajta, hanem faj, másrészt pedig nincsenek azzal tisztában, hogy az a hátségákból igazából nagyon sok faj van, és nem lehet az összeset együtt tartani és együtt tenyészteni. Nyilván nagyon jól hibridizálódnak, legalábbis a fajok egy jó része baromi jól hibridizálódik, de annak meg nagyon nincs túl sok értelme. Tiszta gyereket így nehezen fog szerválni. Lehet, hogy tisztek, lehet, hogy nem. Tehát ezt így kívülről általában nem lehet megmondani. Azon meg lehet mondani, hogy a fulikánál igazából fogságban tartott egyedek nagy része sokkal kisebb lesz, mint a természetes élőhelyen élő egyedek nagy része.
és ez azzal függ össze, hogy hibridizált, tehát hogy hibridizált egyedekről van szó, hibridizált populációról, vérvonalról, de ezen nem lehet nagyon mit változtatni. Tehát mondom, hogyha tényleg tiszta egyedeket szeretnél, akkor vadonfogottakat kell venni, vagy olyan egyedeket, amelyek vadonfogottaktól származnak direkt, vagy esetleg 2-3 generációra visszamenőleg, de biztosak vagyunk benne, hogy ezek vadonfogott egyedektől származnak. Szia, végre elkaptam a live-ot. Örülök, hogy itt vagy, Józsi. Köszönöm szépen, igazán nincs mit. Ezer lábúhoz hasonlít, de nem tudom, hogy mi te tudod, a mi állataink. Micsoda mi? Ezer lábúhoz hasonlít, de nem tudom, hogy mi. Hát az lehet 100 lábú, de... nem tudom. Így ebből nem tudom megállapítani, hogy őszinte legyek. Jaj, na. Srácok, mindenképp írjatok még valami szépet a kommentár szekcióba. Ameddig jönnek az új kérdések. Közeledünk a 2500 feliratkozóhoz, kőkeményen. Szorgalmasan iratkozottuk fel továbbra is, mert ahogy már említettem, lesz egy nyereményjáték, úgyhogy készüljetek fel, 2 bocsáska faj. Eldöntöttem most végleg, hogy mi lesz a nyereményjáték. 2 nyertes lesz, és mindkettő nyertes az 1 bocsáska fajból kap majd petéket. Ezek kicsit ilyen ritkább fajok, úgyhogy majd mindenképp érdemes részt venni a nyereményjátékon. És ugye jön a nagy szenzáció, amit évek után végre sikerül összehoznom. Egyszer végigmutatom az egész állományt. Az meg egy hosszú videó lesz, egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú videó, mert ahogy ismertek, én nem fogom be a pofámat, hanem dumálok valami szemetet még minden fajhoz, úgyhogy igen. Nos, amúgy nagyon szépen köszönöm, srácok, úgy látom, hogy 30-an vagyunk és 12 like egyelőre, nagyon szuperek vagytok, köszönöm szépen, az tényleg egy nagyon szép szám. Csak lehet egy kicsit több kérdés, kicsit pörögjön az az élő gyerekek, tehát hogy mi ez itt, ez a kussolás? Na végre valami értelmes, amit jó nézni. Köszönöm szépen a megtiszteltetést. Nem, tényleg köszönöm szépen. Hát az értelmes, az nem tudom mennyire értelmes, de próbálgatok itt valami okosat mondani, hogyha van valami kérdésetek. De mondom, mindenhez azért én sem tudok hozzászólni, tehát sajnos mindenhez nem lehet érteni a hobbin belül, meg semmihez se igazából, úgyhogy igen, mindig tanul az ember. Ugye azért szeretem ezeket az élőket, mert néha előfordul, hogy valamit, amit én abszolút nem tudok, és valaki beír egy tök jó kommentárt, és akkor én tanulok tőletek, és az nekem is mindig tök jó, úgyhogy ez mindig egy szuper dolog, kis információcsere. Meg hát persze vitatkozni is lehet, tehát hogyha van valami nagyon jó vitatémátok, például mi jobb a doboz, vagy a terrárium, vagy ilyesmi, nyugodtan azt is be lehet írni, nagyon szívesen vitatkozok ilyen dolgokról, ilyen terrorisztikai dolgokról, ilyesmi. Nos, végre teljes room tour lesz. Igen, lesz majd egy, mondom, 2500 feliratkozó. Úgyhogy hajrá, hajrá. Nekem főként nem azt számít, hogy mennyire tiszta az állat, hanem az, hogy egészséges legyen ebben a témában. Nem tudom, hogy Facebook csoportban mennyire bízhatok meg. Hát Vince, igazából másra nem nagyon tudsz venni, mert igazából a hátségeket főleg privát emberek tenyésztenek, tehát nincs az, hogy jó, van egy-kettő ilyen tenyészet, például Barbara Csigaóvi, meg ilyesmik, de nem tudom, hogy ez most mennyivel jobb. Szerintem, hogyha veszel növendégeket, azok nagy részben egészségesek lesznek, azért nyilván tartástól is nagyon sok minden függ az ahátségeknál, legyen megfelelő kálciumpótlás, megfelelő hőmérséklet, megfelelő páratartalom. Tehát nem feltétlenül függ a vérvonal tisztaságától, nyilván attól is függhet, nem mondom, hogy nem, de szerintem, hogyha veszel növendékeket egy privát embertől, és megfelelően helyezed el őket, akkor igazából nagy baj nem lesz velük. Ami előfordulhat, hogy rövidebb lesz az élettartamuk, amit én többször tapasztaltam Lisa Katina retikulátánál, hogy az olyan populációk, vérvonalak, amelyek nem teljesen tiszták, azok általában nem tudok megint beszélni, rövidebb élettartamúak. Na, sikerült kinyögni. Elnézést kérek, csak be kellett állítani a dobozt. Jó! Nem pofázol sok dolgot, csak nagyobb rálátást adsz az állatokra. Köszönöm szépen! Örülök, hogy ti ezt így látjátok, vagy legalábbis te ezt így látod. Én most vadászom kifelé a százlábúakat. Százlábúak a legjobb élőlények a Földön, szeretjük őket. Szép estét, glomeris fajokkal van esetleg tapasztalatod? Van, igen. Tartottam, tenyésztettem 2 fajt. Európaiakat, tehát
Az egyik a Glomaris Pulcra volt, másik pedig a Glomaris Marginal, nem Marginált, a Hexantica, azt hiszem jól mondom, remélem jól mondom ki. Glomaris Pulcra, Glomaris Hexantica, mindkettő előfordul Magyarországon. Tartásügyileg az ászkákhoz nagyon hasonlítanak, egy dologba térnek el, hogy ők nagyon-nagyon szeretik zabálni a mohát és az uzmót. Tehát, hogyha tartjuk őket, szobahőmérséklet, nedves erdőtalaj, az viszont nagyon fontos, hogy kókuszrostot ne rakjunk alájuk, mivel ők ezerlábúak és átrágják magukat a talajon is, és a kókuszrost az eltömítheti ugye a bérrendszerüket, és abba sajnos megdeglenek, úgyhogy erdőtalaj, ahhoz rakunk ugye mohát, akartam mondani, ahhoz rakunk avart, meg korradófát, és kiegészítésképpen moha zuzmó, néha egy kis zöldség, gyümölcsben a legtöbb faj annyira azt nem eszi, legalábbis én úgy tapasztaltam, hogy nem nagyon eszik. Fehérjét viszont nagyon szeretik, de azt nyilván nem kell minden nap, azt úgy hetente, két hetente egyszer bőven elég. Fehérje pótlásként én általában fagyasztott halat adtam, tehát fagyasztott, olvasztott hal, azt borzasztóan szerették, azon kívül szép piacsontot lehet berakni nekik, és igazából ennyi. Talán azt úgy érdemes megjegyezni, hogy túl magas hőmérsékletet annyira nem csipázzák. Tehát nálam olyan 22-24 fokon voltak úgy egész évben, ott nagyon jól működtek, ettek, szaporodtak. Szerintem fölé nagyon ne menjen, mert azért ők megint olyan, ez most logika alapján mondom, lehet, hogy bírják a meleg hőmérsékletet, nem tudom, nem próbáltam még ki, viszont logika alapján ugye ők erdőtalajon élnek, és ugye a talajszint egy erdőben az mindig relatíve hűvös, főleg, hogyha ott a korhatfában meg a zavarba kutakodunk. És szerintem ők, mint a legtöbb ezerlábú, nem annyira kedvelik a, hát a túl magas hőmérsékletet. Tehát, hogy legtöbb ezerlábú azért ezt annyira nem csipázza. Jó. És mi a jobb, doboz vagy terrárium? Ez nézőpont kérdése, attól függ, hogy mit szeretné használni. Hát én dobozfán vagyok, kőkeményen, tehát nekem terráriumban csak a vitorlás gekkóim vannak. Ja, meg a kardizómám, az most terkóban van, mert az egyik vitorlás gekkónak kapott egy nagyobb terkót, a hímem, és akkor ő beköltözött itt a régi kecójába. Azon kívül nekem csak dobozaim vannak, hát a doboz, hol is kezdjem? Könnyű, olcsó, egyszerű átalakítani. Na, ezt most sikerül bemutatni a kamerának. Az a lényeg, hogy egyszerű átalakítani. Ami például a bocsáskáknál borzasztó előnyös, mert hogyha egy olyan fajunk van, ami igényli a nagyon jó szellőzést, azt egy teráriumba, egy gyári teráriumba nehéz megoldani. Egy műanyag dobozból kivágok 2-3 oldalt, belagasztom szúnyoghálóval, és voilà, kész a nagyon jó szellőzés. Lehet egymásra rakni őket, nem törnek szét, úgyhogy nagyon patentek a műanyag dobozok. Nyilván a műanyag doboz nem egy szépség, tehát tenyésztése baromi jó, hogyha van 2-3 fajunk, amit szeretnénk megfigyelni a nappaliban, akkor nyilván én is a terráriumot ajánlanám, viszont így tenyésztésre, meg tartásra. És amúgy sok faj megfigyelésem alapján tök jó sőt, vannak fajok, amelyek jobban szaporodnak műanyag dobozban, mint terráriumban. Tehát, hogy megfigyelésem alapján. Meg például a borcsáskáknál, én régen az extratozomat, tiarátumot, a koronás levéllábú sáskát terráriumban neveltem, és a frissen kelt növendékek halálozáshoz baromi nagy volt mindig. Tehát próbáltam mindent, próbáltam úgy, hogy nyitva hagyom az ajtót, beragasztom szúnyoghálóval. Valami oknál fogva a terráriumban döglöttek, mint az állat. Most amióta én műanyag dobozba tenyésztek tiarátumot, nagyon jól működik. Tehát szellőzik tökéletesen, pára az reggelre eltűnik, tehát este párásítok, reggelre felszárad az egész, és jó, nyilván egy-kettő elhalálozik, de nagyon kevés, tehát nem sok. Tartottál már Stilpnoclóra kolóniánt? Szerintem igen. De kolonika, hogyha jól tudom, Stilpnoclóra kolonika. Igen, tartottam és tenyésztettem a levélszőcskét. Az egy nagyon szép kis faj, tartásügyileg amúgy nem egy nagy robbanás. Szeder, rózsa, mogyoró tölgy, amit nagyon szeretnek enni, és tartásügyileg megfelel egy bocsáskával, tehát jó megfelelő szellőzés, esténként párásítsunk, szobahőmérséket néltelen, kicsit több, ilyen 24-25 fok, és passzol. Az egy nagyon szép kis faj. Főleg a frissen kelt növendékek borzasztó szépek, hogyha nem láttál még olyat, akkor mindenképp írd be a Google-ba, hogy freshly hedged. Nagyon szépek, tehát tényleg gyönyörűek. Ilyen kis kékes sávjaik vannak. Az adultak is nagyon szépek, de szerintem az egyvedléses kicsik a legszebbek, sajnos nem túl nagyok, úgyhogy kicsit nehéz őket megfigyelni. De igen.
A kék nünükéről mi a véleményed? Hát úgy igazából semleges, mert nincs vele semmi problémám, de úgy nagyon nem is foglalkoztam eddig a kék, a kék nünükével. Hát szép fajnak szép faj, az biztos, de úgy tartásügyileg fogalmam, tehát nem, sose foglalkoztam nünükékkel, úgyhogy nem tudom. Hát így, de igazából mondjuk úgy, hogy semleges. Bocsi Dávid, a sok kérdést nem tudom befogni a pofám. Még Colorina Hornimanniról mondasz pár szót. Pont, hogy nagyon jó, hogy sokat kérdezel. Én azt tényleg szeretem, hogyha sokat kérdeztek. Azért van a live, tehát nyugodtan, amennyit szeretnétek, kérdezzetek. Hát most magáról a fajról én a Hornimannit nem tartottam, úgyhogy nagyon nem tudok hozzá igazából szólni. Viszont én azt mondanám, hogy egy átlagos rózsabogár faj, tehát ugye régen ő is oidicella volt, hogyha jól tudom, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy régen ő is oidicella volt. Műanyagdoboz, tehát hogyha lárvákat szeretnél nevelni, akkor műanyagdoboz, abba erdőtalaj kókuszos keverék legyen a talajnak az 50%-a, a másik 50%-a pedig különböző, nem mérgező lompulató fák avarja, ebben még keverhetünk egy kis korhatfát, talaj legyen nedves, de ne tocsogós. Lárváknak én a hőmérsékletet mindig 20 fok körül állítottam be, az imágóknak különböző gyümölcsöket lehet adni, úgy a rózsabogaraknál, akár lehet venni ezt a bogárzselét, mondjuk igazából szerintem fölösleges, tehát ezt tök jó meg lehet csinálni otthon is. Egy kis saját recept, fogtok egy turmix gépet, fogtok egy banánt, valami más léddús, édes gyümölcsöt, legyen az dinnye, vagy esetleg barack, ezt a kettőt összedaráljátok, raktok még bele egy kis virágpor, granulátumot, amit méhészeknél lehet kapni, azt is beledaráljátok, és azt nagyon imádják. Én a Pannonia marginát a Peregrinánál, ugye a kongói rózsabogánál csináltam egyszer egy kísérletet, méghozzá azt, hogy elkülönítettem kettő csoportnyi imágót, és megnéztem azt, hogy ez a bogárzselé, ez tényleg jó-e valamire. Az egyik csoportot azt egész életükön keresztül csak bogárzselével tettem, a másikat pedig különböző gyümölcsökkel, illetve ezzel a saját készítésű turmixszal. Az derült ki, hogy a turmixszal és gyümölcsökkel etetett egyedek, azok átlagosan egy hónappal tovább húzták ki, mint a bogárzselések, úgyhogy tényleg fölösleges bogárzselét venni. Mindegy, most kicsit szétbaszom egy, elnézést a csúnya szóért, kicsit tönkreteszem egy-kettő cégnek a marketingját itt, hogy a bogárzseli húj, de nagyon jó. Hát igazából ennyi az annyi, hát az adult egyedeknél, mint ugye a rózsabogarak általában, mint a Hornimanni is szerintem, mivel régen audicella volt, gondolom, hogy ők nappal aktívak, és érdemes föléjük rakni egy kis izzót. Ez lehet egy tök sima kis ledizzó, 2-3 wattos, tehát nem kell, hogy melegítsen, csak az a lényeg, hogy legyen fény, mert ők nagyon fénykedvelőek, tehát ők tényleg kiülnek az ágakra napozni, és nagyon sokkal aktívabbak fénynél, tehát hogyha meg vannak világítva, elvileg többet is párzanak, ezt most nem tudom bizonyítani, mert én ezt nem tudtam úgy megfigyelni, mondjuk ezt kicsit nehéz megfigyelni. Az internet és sok szakirodalom szerint ők jobban párzanak, és akkor is a növendékek aránya is nagyobb. Ilyen kísérletet is amúgy megérné majd csinálni. Úgyis van itt nálam egy adag Pannonia marginát a Peregrina, majd hogyha lesznek imágók, akkor még lehet velük egy kicsit kísérletezgetni, hogy tényleg van-e valami értelme a fénynek, viszont az állatokon azért látszik, hogy van értelme, mert ők tényleg kiülnek napozni, és kedvelik ezt a fényt, tehát ők fényimádóak. Igazából ezen kívül nagyon nincs nagy robbanás. Mivel régen Euricella genuszba tartozott a faj, ezért gondolom neki is a generációs tartam olyan, hát mondjuk egy 4, nem az kevés, egy 5-től, mondjuk egy 7 hónap között van, nyilván hőmérséket és tápanyag mennyiségtől függő ez a sztori, de amúgy egy nagyon szép kis faj. Nekem Hornimannim nem volt, vagy? És basszus, volt Hornimannim, de hülye vagyok. Hornimannim nekem volt, viszont sajnos csak egy hímem, nem tenyésztettem a fajt. 3 lárvát vettem, viszont a 2 nőstény az elhalálozott, csak a hím maradt meg. Az imágókorig eljutott, aztán leélte az életét, de nőstény sajnos nem tudtam hozzá szerválni, és most jutott eszembe, hogy tényleg volt nekem az a faj. Úgyhogy akkor az előbbiekben elmondott dolgok igazából passzolni fognak. Hát, ja, nekem is az a baj, hogy annyi fajjal foglalkoztam már, és ezt most nem azért mondom, hogy itt menőzgessek, csak hogy időnként nem jut eszembe, hogy milyen. Tehát, hogy valaki mond nekem egy latin nevet, hogy foglalkoztam vele, és egyszerűen nem jut eszembe, hogy ja, volt, valamikor 6 évvel ezelőtt biztos van, tehát franc tudja. Jó, csak ott kell ászkáknál, és körülbelül sok ízelt lábúnál párásítani, ahol az oldalszellőzés van.
Hát ez nagyon attól függ, milyen ízlet lábú. Ászkáknál lehet így csinálni, de nem feltétlenül kötelező. Tehát ászkáknál igazából az a lényeg, hogy ott sem, ott például nem kell oldalszellőzést. Tehát ez egy ászkáknak nem igényelnek nagyon jó szellőzést legtöbb esetben, ez most nyilván az alapfajokra igaz. Tehát egy műanyag doboz, raksz bele pár szellőzőjukat, azt megvagyunk. Ászkáknál az a fontos, hogy a doboz talajának a fele legyen nedves, másik fele legyen száraz. Hogyha olyan fajról beszélünk, ami mondjuk ilyen nagy porcelió faj, ugye a nagy spanyol fajok, azok például jobban szeretik a szárazatot, elég, hogyha mondjuk a doboz talajának az egy harmada, egy negyede nedves, többi száraz. Itt ugye az a lényeg, hogy az állatka ki tudja magának választani, hogy most a nedves részen legyen, vagy a száraz részen, tehát kialakítunk kettő mikroklímát. És az ő a szellőzés mellett csináld, vagy nem, szerintem ez teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy megjelen a kettő mikroklíma. Más állatoknál szintén nem így van szerintem. Nem, tehát például a madárpókoknál nem csinálják oldalszellőzést. Tehát, hogyha műanyag dobozban tartok madárpókot, fölösleges az oldalszellőzés. Bocsáskáknál talajt nem áztatunk, általában attól függ milyen faj, de nagy átlagban ott ugye párásítunk, ott a pára a lényeg, és ott szintén nem csak az oldalszellőzésnél, tehát szerintem ez nem feltétlen igaz, amit te most mondtál. Esetleg, hogyha kifejtenéd még, hogy pontosan mire gondoltál ezzel az oldalszellőzéssel, vagy milyen előnyök vannak szerinted ezáltal, annak még örülnék, és akkor hát ha egy kicsit közelebb jutunk a dolog, a rejtély megoldásához, mondjuk úgy. Milyen pókot ajánlasz kezdőknek? Hát, hogyha madárpókról lenne szó, akkor mondjuk hát talajlakóból igazából Brachypelma, Tiltocatl és Gramostula genus tagjai, azok nagyon jók. Falakóról van szó, akkor pedig a Caribena Leatát ajánlanám. A Caribena Leata az egy közép-amerikai relatív kis testű kis madárpók. Az egyik, a múltkori értetős videóban bemutattam, ott meg tudod nézni, ez egy ilyen kis, színügyileg nem egy nagy robbanás, viszont viselkedésügyileg nagyon, hát nagyon érdekes, mondjuk úgy, és benne az a nagyon szuper, hogy nagyon sokat szű, tehát ő szépen beszűri az egész terráriumát, dobozát, amiben szeretnéd elhelyezni. A Tiltocatl genus fajai még nagyon jók, tehát mondjuk Albopilosus, Vagans, ezek még nagyon jók, mert békések, csalánszőrözés előfordulhat, tartásügyileg nincsenek komolyabb igényeik, mondjuk úgy, tehát tartásügyileg nem nehéz őket tartani. Mondjuk a gramosztulaknál meg a brahipelmáknál érdemes még megjegyezni, hogy nagyon lassan nőnek, tehát hogy esetleg egy növendék egyedet szeretné venni, a legtöbb faj borzasztó lassan nő, és az mondjuk úgy, hogy ha valaki új ebbe a hobbiba, és még nincs olyan sok állata, akkor szerintem könnyen megunható, de ez megint nézőpont kérdése, szerintem ez mindenki máshogy fogja fel ezt a dolgot. Hogyha valami gyorsabban növő dolgot szeretnél, és talajlakót, akkor a Tiltocatl fajok nagyon jók, ők azért jóval gyorsabban fejlődnek, tehát mondjuk egy Albopilosus vagy egy Vagans, ők olyan 3,5-4 év alatt elérik az ivarérettséget, míg mondjuk egy Brachypelma Hamori, vagy egy Brachypelma albiceps, ami nálam is van, az mondjuk egy 8-9 évet simán, tökéletes példa. Nálam van egy Brachypelma albiceps, ő most összesen 8 éves lesz júniusban, 4 éve van nálam, és most talán szubadult, tehát még nem adult, ami azt jelenti, hogy most vedd lett nem februárban, talán januárban, tehát még legalább egy év mire beadul, úgyhogy sokat kell rájuk várni, az a nagy helyzet. Jó. Barnaszázlábút hogy kell tartani? Nem tudok beszélni. Barnaszázlábú tartás igazából elég egyszerű dolog. Fogsz egy nagyobb dobozt, erdőtalajjal berendezed, raksz bele különböző kéregdarabokat, korhatfát, stb. Egy kis avart, beleraksz mondjuk egy 5-6 darabot kezdésnek. Bár kanibál hajlamuk megvan, és én figyeltem már meg, hogy főleg az adult egyedek esznek a növendékekből, viszont hogyha megfelelő táplálék mennyiség mellett azért ez a kanibalizmus nem olyan durva. Úgyhogy igazából tökéletes, tehát hogy lehet őket együtt tartani, arra szeretnék kiukadni. A talajt én nedvesen tartom, úgy az egészet, tehát legyen úgy félig meddig nedves. Szobahőmérséket tökéletes, nyilván közép-európai faj nem igényel trópusi körülményeket. Eleségállatnak pedig tücsök, csótányt szoktam adni nekik megfelelő mennyiségben és méretben, ami mondjuk egy adult litóbiusznál, ugye a litóbiuszok barnaszázlábúak képesek elég nagyra megnőni, hát mondjuk egy 5-6 centi testhosszat elérnek, úszálylábakkal együtt, akkor mondjuk egy ilyen növendék tücsök, mondjuk egy ilyen féltől egy centis tücsök, féltől egy centis csótány, azt már úgy elejtik.
Azon kívül igazából nincs nagyon velük semmi különös dolog. Tehát én hetente egyszer etetek náluk, hetente egyszer párásítok náluk, és működnek. Teleltetni nem kell őket, nem igénylik, tehát... Ez amúgy nagyon érdekes dolog, hogy Magyarországon, meg amblok közép-európai ízeltlábú fajokból egy csomó faj, hogyha fogságban tartjuk, nem igényli a telelést. A rovaroknál talán más, mert ugye a rovaroknál elég gyakran előfordul az, hogy bizonyos stádiumokba, tehát bizonyos fejlődési szakaszokba történik a telelés, lehet ez pete, lárva, báb vagy imágó. Viszont mondjuk egy százlábúnál, egy litóbiusznál, barna százlábúnál ott ugye nagyon nincs sok különböző fejlődési stádium, mert ki kell a petéből, kis százlábú, aztán meg elkezd nőni, és valamikor eléri az ivarérettséget. Ászkarákoknál hasonlóan működik. Mondjuk az ászkarákoknál van lárva állapot, de az most egy külön téma, mivel ők ugye rákok, tehát nauplius lárva náluk is van, viszont hogyha én jól tudom, akkor az petében történik náluk. Tehát ugye ezek nem igénylik, és én ezen meglepődtem a barna százlábon, hogy egyszerűen úgy szaporodik, hogy semmi tereltetés, tök jól működnek, semmi tereltetés nélkül, tehát hogy nagyon jól el vannak itt szobahőmérséket az egész évben, úgyhogy nem kell velük igazából nagyon semmit se csinálni. Nőnükét fogságban tudtommal nem nagyon megoldható, mivel a lárvája, ami kártevő, de lehet rosszul, tudom. Könnyen lehet, nem tudom, most így nincs meg nekem a nőnükének a táplálkozása és életciklusa, de nem is szeretném fogságban tartani, hogy őszintén, azért mindent nem kell tartani. Mondja az, aki nem tudom hány közép-európai faj gyűjtöget évente. Ja, holnap is megyek túrázni, ezt most csak így gyorsan elmondom, mert találtam itt közelemben egy nagyon szép kis élőhelyet, ahol van Oniscus acellus, nem egy ritka faj. Mondjuk Magyarországon elég szorványosan fordul elő, de az a lényeg, hogy nem egy ritka faj, ez egy ászkarák faj. És nekem van egy holland populációm Oniscus acellusból, nagyon szép ilyen sárga foltokkal, majd szerintem egyik videóban mutatom akár, és most találtam egy tök jó helyet, csak múltkor nem volt nálam gyűjtődoboz, úgyhogy nem tudtam őket hazavinni, viszont holnap megyek egy jó ismerősömmel, aztán gyűjtünk pár Oniscus acellus, úgyhogy csinálunk még egy Oniscus acellusos dobozt, mert hát miért is ne, és akkor legalább van egy német, meg egy holland vérvonalom, aztán ha valamikor magyarban vagyok nyáron, akkor majd gyűjtünk majd onnan is, aztán lesz három vérvonal, mert miért is ne, tehát hogy mindent lehet tartani és egészén. Az erdőtajt hogy szerzett be, illetve honnan tudod, hogy nincs benne valami mérgező dolog? Hát mérgező dolog nagyon nem lehet benne, igazából egy lompullató erdőbe bemész, nem mérgező lompullató erdő, legyen ez bőrzsöny, normafa, akármi, és szedsz egy kis talajt, igazából ezt tudom ajánlni. Mérgező dolog nyilván lehet benne, de hát ezt kívül nem tudom megállapítani. Tehát nyilván nem egy olyan erdőterületről szedünk avart, ahol mondjuk látjuk, hogy ott egy ilyen szemét domb, vagy egy olyan területről, ahol mellette van az autópálya, hanem mondjuk felmész a normafára, hogyha budapesti vagy ott nagyon jó az erdőtalaj, én régen mindig ott onnan szedtem. Börzsönyben is vannak nagyon jó helyek. Tehát nyilván egy olyan területre mész, ahol azért nincs sem mezőgazdaság, se semmi más, tehát ami nem feltétlen védett, mert ugye védett területen talajt lopni az már lehet annyira nem jó dolog, de mondjuk tényleg egy ilyen nagyobb összefüggő erdőségbe szedsz talajt, és akkor ott elvileg nem lesz nagy probléma ezzel. Hello Erik, örülök, hogy te is itt vagy. Hangyákkal foglalkoztam. Ez a kérdés volt már, és igen, foglalkoztam három fajjal, viszont pillanatnyilag nincsen, és valószínűleg nem is lesz több hangyám. Engem igazából egy hangya, ez nem is faj, hanem több faj, de egy hangya csoport érdekel, méghozzá a szövőhangyák borzasztó érdekesek. Voltam diákmunkás a Budapesti Állat és Növénykertbe többször, és ott foglalkoznak szövőhangyákkal, és ez valami zseniális, ahogy ők így a levelet így összegyűrik, és akkor ott csinálják meg a kis fészküket. Nagyon jó fejek, úgyhogy azt úgy szívesen, hogyha esetleg hozzájutok valamikor, és nem horror áron, mert az nem egy olcsó dolog, és most németben én szoktam így nézegetni ilyen webshopokat, de most nincs senkinél, úgyhogy majd esetleg valamikor, de igen, foglalkoztam három fajjal, Lasius niger, Lasius flavus, és egy... Bocsánat, Lasius niger, Lasius flavus, és mi volt még... Nagy basszus, a harmadik fajnak mindig elfelejtem, eddig a genusz nevét legalább tudtam, de most már azt is elfelejtettem. Campunotus, most eszembe jutott Campunotus vagus volt a harmadik faj, ez a három faj volt nekem, de a hangyák engem úgy nem érintettek meg, hogy fogságban nagyon foglalkoznék velük. Heteroptérix diétát a tartáshoz, szaporításhoz tudsz valamit ajánlani, nagyon tetszenek és érdekelne, mennyire nehéz tartani. Igazából a diétát nem olyan nehéz tartani, ez szintén egy ilyen alapbocsáskás dolog. Annyira fontos, hogy nyilván nagy helyük legyen, mert azért
jó nagyok lesznek. Tápnövényként igazából ők nagyon sok mindent elfogadnak. Szeder, rózsa, a tűztövistők nagyon szépen eszik, tölgy, nálam a bükköt is, én próbáltam, azt is megették, és még eszik a fagyalt is, nem a fagyalt, bocsánat, nem a fagyalt, a hedera helixet, a borostyánt. Tartásügyileg, hát mondom, nagy kecú, az fontos, tényleg nagyok lesznek. Egy kis türelem kell a fajhoz, tehát ők azért annyira nem gyorsak. Egyrészt a petiknek a keltetése az 10-12 hónapig eltart általában. Másrészt a növendékek se lesznek olyan nagyon gyorsan ivarérettek, mint mondjuk egy bengáli bocsáskánál. Előnye viszont az, hogy az adult nőstények, tehát maguk a nőstény imágók, azok sokáig élnek. Tehát hogyha lassabb a fejlődés, nőstények tovább húzzák. A hímek annyival nem tovább, de azért ők is át mondjuk tovább, mint egy átlag bocsáskafaj hímjai. Bocsánatot kérek. Na, azon kívül igazából jó szellőzés, azt mondtam, vagy nem mondtam, mindegy, jó szellőzés, ugye ez is ilyen alapbocsáskás sztori. Párásítani náluk érdemes naponta ugye egyszer, azt jó rendesen tudjanak inni, illetve hogy éjszakára felmenjen szépen a pára, úgyhogy este érdemes párásítani. Hőmérséket igényük igazából nincs semmi különös, tehát egy normál szobahőmérséklet, az mondjuk egy ilyen nappal 20-tól 25, éjszaka lemehet 18-ra, az alá talán ne menjen. Tehát növényeket elmondtam, igen. Jó, hát ezen kívül nagyon nincs semmi különös. Egy dolog még, ami fontos náluk, hogy ők talajba szúrják a petéiket, tehát hogyha vannak ivarérett párjaink, és azok készülnek a petézésre, akkor érdemes vagy a teráriumnak doboznak az aljzatát, tehát az alját tényleg talajjal befedni, vagy pedig fogsz egy kis tücskös dobozt, az betöltöd nedves kókuszrosttal, vagy akármivel egy ilyen 3-4 cm vastagságba, és akkor ők szépen oda bele tudják szurkálni a petéket. Petéket akár ott is lehet inkubálni. Peték inkubációja se egy durva dolog, mondom, egy dolog van velük, hogy eléggé sokáig tart, tehát eltart egy 10-12 hónapig, lehet az több is, tehát ez egyrészt hőmérséklettől függő, másrészt pedig nem csak attól, ugye nyilván bocsáskáknál is előfordul, sőt bocsáskáknál egy gyakran előfordul, hogy vannak peték, amelyek 3 hónapra kelnek, és vannak peték, amelyek 5 hónapra kelnek, ugyanattól a fajtól, ugyanolyan körülmények között, tehát azt nem lehet így nagyon előre megmondani, hogy a csac per kb. 10-12 hónap mire kikelnek, úgyhogy az azért hát egy bő év, az azért nem kevés idő. Igen, igazából ennyi a nagy robbanás, és keltetni szobahőmérsékleten nedves közegbe, ez lehet vermikulit vagy kókuszrost igazából. Kókuszrost talán annyira nagyon nem jó, mert ugye penészedik bocsáska keltetés szempontjából, vagy hajlamos penészedni, igazából a bocsáska keltetéshez én is vermikulitot használok, az egy nagyon jó cucc. Terrorisztikai szakkereskedésekben, esetleg átkereskedésekben beszerezhető, főleg hüllő tojások keltetésére szokták használni. Nagyon szuper, és nagyon jó benne, egyrészt nem penészedik, másrészt pedig többször úgy lehet használni, tehát nem is kell kidobni. Úgyhogy megveszünk egyszer egy zsákot, és azt évekig lehet használni. Jó. Hol is voltunk? Szia, vitorlás gekkók tartásáról mondasz pár szót. Fú, az egy hosszú sztori lesz. Na, vitorlás gekkók tartása, Corallophus ciliatus. Vitorlás gekkók borzasztó nagy előnye, hogy nem igényelnek túl sokat, tehát egy szobahőmérsékletnél talán egy nagyon picivel több, nappal egy 23-tól 24-25 fok, éjszaka ez lemehet 18-ra. Páratartalomhoz én annyit mondok, hogy esténként muszáj párásítsunk minden este, egy-kettő napot ki lehet hagyni, de úgy a nagy átlagba párásítsunk minden este, mert mint a legtöbb falakó gyíkfaj, vagyis hát mint nagyon sok falakó gyíkfaj, ők nincsenek hozzászokva az állóvízhez, ergo nem isznak vizes tálból, tehát ők bepárásítjuk a terráriumot, és akkor ők szépen nyalogatják a vízcseppeket. Vitorlás gekkók azok mindenevőek, ami azt jelenti, hogy ők rovarokat és gyümölcsöket fogyasztanak természetes élőhelyükön. A növendékek, tehát frissen kelt növendékek körülbelül 6-7 hónapos korukig főleg rovarokat fogyasztanak, jóval kisebb mennyiségben gyümölcsöket, és ivarérett felnőtt korukra, ilyen 2-3-4 évesen, mondjuk vitorlásgekkók körülbelül 1,5-2 évesen lesznek ivarérettek, de mondjuk az ilyen öregebb egyedek, tegyük fel mondjuk ilyen 3-4 évesek, azok már jóval kevesebb rovart fogyasztanak, viszont jóval több gyümölcsöt.
A tollas gekkók számára lehet kapni ilyen tápokat, amelyek tartalmaznak gyümölcsöket, rovarokat és mindenféle vitamint. Meg lehet csinálni, én viszont most már lassan 7 éve tart, igen, sőt nyáron lesz 8, nem 7 éve, nyáron lesz 8 éve, hogy tartok vitorlásgekkókat, és 6 éve tenyésztem őket úgy, hogy most volt 2 év szünetem, viszont idén majd megint lesznek növendékek, 2 nőstényben is van már párosztatva, úgyhogy igen, én tápot nagy ritkán veszek, úgy időnként, kis változatosságképpen, viszont szerintem nem feltétlen kötelező. Rovarok, tehát rovarellenségnél igazából etethetők. A felnőtt egyedek nálam például csak a tücsköket eszik meg. Nem tudom, hogy miért a tücsköket és a katona légy imágókat. Ez a kettő dolog, amit ők megesznek. A sáskát, a csótányt ők úgy nagyon nem díjazzák. Növendékek igazából minden zaválnak be, nekik még nagyon nagy így a vadászösztönük, tehát bármit beszórsz a terráriumba, ami mozog, rámennek, még akár a liszkukacot is, stb. Mondjuk liszkukac az megint nem túl jó eleség állat, főleg gekkoknak, nem, mert ugye nagyon kemény a kitimpáncia és nagyon zsíros, tehát igazából tök fölösleges etetni, max ilyen jutalomfalatként, de akkor már inkább a viaszmoit használjuk, mert annak legalább nincs ilyen durva kitimpáncia. Úgyhogy igen, ez változatosan. Gyümölcsökből igazából édes lédús gyümölcsöket érdemes etetni. Én itt is egy turmixot szoktam csinálni a gekkóimnak, vagy pedig, hogyha lusta vagyok és nincs időm turmixot csinálni, akkor veszek baba ételt a itteni kisboltba. Baba ételnél figyeljünk arra, hogy tehát ez tényleg tök sima ilyen üveges baba étel, abban vannak olyanok, ami 100% gyümölcs tartalmú, tehát ne legyen benne cukor, ne legyen benne rizs, burgonya, stb. Legyen ráírva 100% gyümölcs tartalom, akkor az tökéletes. Ahhoz ugye teszünk egy kis hüllővitamin és kalciumport, mondjuk én a korvimint nagyon szeretem, az egy nagyon jó vitamin. Tényleg korvimin meg a Zoomernek van a Reptivite című dolga, ez a kettő, amit én gyakran használok, kalciumpótlásnak pedig általában szépi a csont örleményt, tehát a korvimin meg, nem is tudom, a korvimin az nem is, nem, korvimin az nem tartalmazza a D3 vitamint, viszont a Reptivite a Zoomettől az tartalmazza a D3 vitamint, és akkor pluszba kapnak kalciumot. Mi kell még? Etetés megvolt, víz megvolt. Igazából ami még fontos, nem, azt mondtam, ja, például UV-fényre nincs szükség, sokan mondják, hogy van rá szükség, szerintem tök fölösleges, mert az állatok olyan mértékben éjszaka aktívak, hogy ők fényben nem jönnek ki. Tehát, hogyha be van világítva a terrárium, vagy akár csak felkapcsolom a villanyt éjszaka a nappaliba, akkor ők behúzódnak valahol és nem jönnek ki. Tehát akaszhatok fölé UV-lámpát, nyilván, hogyha növényes terrárium, akkor az előny is a növények szempontjából, viszont a gekkóknak tényleg nincs rá szüksége, tök fölösleges, ki lehet hagyni, meg lehet spórolni a 3 havonta azt a 8000 forintot, mert nem kell. Terrárium méreténél azért ne legyen túl kicsi, tehát ajánlok egy nagyobb terráriumot. A vitorlás gekkók, mint nagyon sok, sőt a legtöbb gekkó faj, főleg a falakó gekkók nagyon aktívak, sokat mozognak, és legyen egy megfelelő méretű helyük, hogy ki tudják élni a vágyaikat. Én úgy tartom őket, hogy egy hím van egy külön terráriumban, és egy másik terráriumban 3 nőstény. A hímes terráriumnak a mérete az, 60x50 alapterület, és azt hiszem, hogy 70 magas, a nőstényes terrárium mérete pedig 90x50 alapterület, és 1 méter magas, és akkor az úgy passzol. Berendezésként pedig különböző mászóágakat, rejtekhelyeket, élőnövényeket, műnövényeket, az fontos, hogy legyen benne tényleg sok mászóág, és ami még nagyon fontos, a saját tapasztalat, meg részben élőhelyi cikkeknek az olvasásából derült ki, hogy vitorlásgekkók nagyon szeretik a vékony ágakat. Hogyha elképzeljük most Új-Kaledóniát, ugye onnan származnak, van egy szép nagy fa, és a szép nagy fán 3 különböző, régen mind a 3 faj a Rhacodactylus genuszba tartozott, most ugye a Ciliatus az már a Corellophus genuszba tartozik. Az a lényeg, hogy van nekünk egy Rhacodactylus lechianusunk, ami a föld legnagyobb gekkója, és ő is ragadozó plusz gyümölcsevő, és a vitorlás gekkókat nagyon szívesen elfogyasztja. Van nekünk egy Rhacodactylus auriculatusunk, amely szintén egy jó, hát nem jó, de azért jóval nagyobb faj, mint a vitorlás gekkók. Ő például növendék vitorlásgekkókat nagyon szívesen fogyasztja, és akkor van a Ciliatus, amely ugye a vitorlásgekkó, ő pedig próbálja kikerülni ezt a ragadozást, és élőhelyen megfigyelték, hogy nagyon szívesen mozognak vékony ágakon, mert ugye a
hát az ekkora Lechianus, ugye a Lechianusok megnőnek 50-60 centisre, ugye ők a legnagyobb gekkók a Földön. Ők nem nagyon tudnak rámenni ezekre a vékony ágakra, mert leszakad az egész, úgyhogy az úgy nem igazán működik. És én megpróbáltam ezt terráriumban, és tényleg nagyon-nagyon szívesen használják a vékony ágakat, és a vékony ágak tényleg ilyen féltől 1 cm vastag ágak, imádják őket, úgyhogy berendezésképpen pedig vastag vékony ágakat jól bele, tehát az egész terráriumban legyen sok ág, ne 2-3 ágat neki dönteni a falnak, legyenek átlósan ágak, akár bambuszt is lehet használni, mondjuk igazából fölösleges, de bele lehet rakni, úgyhogy igen, legyen tényleg egy falakú állatnak méltóan berendezve a terrárium sok falnyaggal. Jaj, nos, hú, srácok, nem fogunk a végére érni már megint, úgy látom. Jó, te vagy az első normális ember, aki élőben nem tolt le azért, mert nem valami értelmes kommentet írtam. Amúgy csak hallottam ezt a párásítást, hogy csak baszelődé. Hoppá! Esik le a telefon. Nem tollak le, nem, semmi probléma, hát most nincs miért letolni, ilyen dolgok, én nem baszok le senkit, miért basznék le. Mindenkinek el kell kezdeni valahol, én is egy pár éve, hogyha egy pár éve én néztem volna ezt az élőt, én is egy csomó úgymond hülye kérdést csak tettem volna fel, de ezek amúgy nem hülye kérdések, hanem ezek kezdő kérdések, és ezek teljesen jók. Az a lényeg, hogy normálisan legyen megfogalmazva, és ne kezdődjön el a kurva anyázás, hogyha valaki mond valamit, ami, aki jobban tudja ezeket. Tehát például a magyar Facebook oldalakon én ezt nem szeretem annyira, valaki mond valaki valamit, aki tényleg már évek óta foglalkozik a dologgal, és rögtön jön a, hogy ja, én ezt olvastam, meg a jó kurva anyádat, rögtön jön az a jó kis bugyózás, jó kis magyar károkolás. Fölösleges, de nem, tényleg ezzel nincs semmi probléma, és mondom, ezek nem hülye kérdések, kezdő kérdések, amelyet tényleg nincs semmi probléma. Mindenki, aki elkezdi ezt a hobbit, annak lesznek hülye, illetve nem hülye, hanem kezdő kérdései, úgyhogy abszolút semmi probléma. Az, hogy hallottad valahol, az meg lehet, de szerintem ez nem így van. Úgyhogy nem tudom, tehát én ebben nem igazán értek egyet, de az a nagy helyzet, hogy tényleg sok mindent lehet találni az interneten, ami baromság, ez sajnos így van. Kiriokozmusz elegáns madárpók mennyire ajánlott kezdőknek? Milyen könnyű beszerezni, milyen a tartás könnyű, milyen erős a mérge, mivel kell lehetni, stb. Hát a Kiriokozmusz elegáns az egy eléggé picike faj, tehát ők adultan, ők a legkisebb madárpók, hogyha én most nem tévedek 100%-osan, hát adultan mondjuk egy adult nőstény azért 1,5-2 centi testhosszal rendelkezik, tehát egy picike faj. Tartásvilág szerintem nem egy nagy robbanásban, én sose tartottam a fajt, hogy őszinte legyek, tehát nekem elegánszom sose volt. Más Kiriokozmusz fajokhoz hasonlítva igazából egy ilyen alapmadárpók tartás, én úgy tudom, hogy se nem, tehát nem durván defenzív a faj, tehát nem egy marós típus, nem egy agresszív, ugye egy madárpók igazából nem agresszív, hanem defenzív, próbál védekezni. Illetékesen a mérgéről se hallottam, hogy extrém erős lenne. Szerintem működik kezdésképpen, csak azért úgy figyelj rá, hogy ez tényleg nagyon picike faj, tehát mondom, az adult nőstény csak ekkora, úgyhogy szerintem, hogyha beszeretnél szerezni, akkor egy adult nőstény ajánlok. Beszerzés ügyileg, én úgy időnként nem a leggyakrabban tartott faj, de időnként felszokott azért bukkanni, tehát nem is beszerezhetetlen. Tehát, hogyha kicsit utána nézel, szerintem Facebook csoportokba, Discord csoportokba, vagy akárhol, szerintem egy idő után azért fogsz találni, meg nyilván mindenképp érdemes felmenni nagyobb madárpók tenyésztők listájára, náluk ugye általában szokott lenni azért, tehát, hogy így. Azért nem egy annyira nagyon ritka faj. Jó, szia Dávid, nem is tudtam, hogy neked is van magyar YouTube csatornád, de van. Igen, Campulotus Vagus, igen, már én is kitaláltam, de köszönöm. Tartottál már teknőst? Igen, nekem volt egy tesztudó marginátám, egy szegélyes, azt hiszem magyarul szegélyes teknős, ugye? Igen, szegélyes teknős. Egy déleurópai faj, görög faj. Kint volt tartva, csak az a nagy helyzet, hogy én odaadtam egy nagyon jó barátomnak, miért kiköltöztem volna, mert sajnos egy lakásban én nem tudok elhelyezni egy teknőst, illetve el tudnék, hogyha nagyon akarnék terráriumba, viszont ez az egyed, ez nálam volt 3 évig, és egész végig kint volt a kertbe, ugye építettem neki egy ilyen nagyon jó kis kifutót, és nem akartam bezárni most egy terráriumba, tehát ott volt neki 10 négyzet
négyzetméterem, most meg természetes napfény, természetes hangok, az azért nagyon más, mint hogyha én most berakom egy teráriumba, és ezért inkább odaadtam egy jó ismerősömnek, aki különböző európai szárazföldi teknős fajokkal foglalkozik, és akkor ott most szépen éli életét. Most épp telel az egyik hűtőbe, küldött is képet, nem olyan rég az ismerősöm, aztán majd, hogyha tavaszodik, akkor majd, hát most már lassan ideje lesz kiruccannia, úgyhogy majd akkor megint lehet kint. Halloween egyébként hangyákkal jelenleg egy Tyrannosaurus affinis fajt tartok. Úgy lehet megkaptad már a kérdést, de a Németországból való költözés. Hogy oldtad meg az állatokkal? Hát az állatokkal úgy oldottam meg, hogy nagyon sok fajt eladtam sajnos, amit részben nagyon sajnálok. Hát én amikor kijöttem Németországba, amikor így úgymond megjelentem itt, akkor 33 fajjal érkeztem meg. Úgy oldottam meg, hogy apám nagyon jó fej volt, és van egy utánfutója, úgyhogy minden, amilyen ruha, meg cucc, tehát ami nem fontos, az szépen rákötöttük az utánfutóra, és az állatokkal meg televertük a kocsit, és akkor apunk kihozott így, úgymond. Így oldottuk meg. Csak hát nem fér bele minden, így is épp, hogy befértek az állatok. Mondom, 32 fajjal jöttem ki. Pillanatnyi állomány pedig 64, úgyhogy most duplázódott pár hónapon belül. És még van hely, úgyhogy még lehet még egy kicsit feljebb tolni. Igen, hát nagyon sok fajt adtam, hát nekem 2020 nyár elején 93 fajom volt. Tehát a 93 fajról, ami nyár eleje volt, tehát mondjuk június eleje, közepe, az október végére lement tényleg 32 fajra, úgyhogy nagyon sok fajt adtam. Mondom, részben sajnálom, részben nem, mert valahogy muszáj volt kijönni, és mondom, több faj nem fért volna el, tehát ez tényleg a nagyon max volt, amit ki tudtunk hozni, úgyhogy nagyon pacekú kiszámoltam igazából, mert ugye nyilván a gekkóknak a terrárium az veszel nagyon sok helyet, akkor kihoztam a nyulat, ugye nekem van még egy nyulam, az ott van a nappaliban, neki van egy ilyen jó kis kifutója, az ilyen nyul kifutó is izé, azt is úgy be kell tuszmákolni valahova, meg magát a nyulat is el kell rakni valahova, úgyhogy nem volt mindenre hely. Növényeket is hoztam ki, tehát ugye én nem csak állatozok, növények is vannak, meg gombák is vannak, van minden. Úgyhogy igen, így. Bocsánat, kérek, így sikerült megoldani. Elnézést amúgy, hogy mindig böfögnöm kell, csak szénsavas üdítőt iszak, úgyhogy, illetve szénsavas almalevet, de mindig jön föl a sztori, úgyhogy elnézést kérek érte. Csak az a baj, hogy ha ennyit dumálok, akkor mindig kiszárad nagyon durva a tork, amit lehet hallani a folyamatos köhögésemen is, mondjuk az részben a dohányzásnak is a hibája, de igen, azt majd abba kéne hagyni lassan. Nos, igen, már csak 50 ember kell, iratkozzatok fel. Igen, srácok, hajrá, hajrá, 50 ember megvan, jön a nyereményjáték plusz az egész állomány. Állomány listába lesznek gekkók, bemutatok mindent, gekkók, lesz benne egy békafaj, lesz benne hal, lesz benne rák, madárpók, bocsáska, imádkozó sáska, megjött megint egy imádkozó sáska fajom. Viszont nem mondom el, még nem mondom el, hogy melyik fajról beszélünk. Nagyon jó német ismerősömmel cseréltem. Majd lesz egy külön videó, úgyhogy mindenképpen az is. Rablópoloskák, bogarak, csótányok, tücskök, úgy minden össze-vissza, úgyhogy majd lesz jó néhány dolgot be fogok majd tudni mutatni. Talajos Mississippi teknős, királyteknős is tudnál szólni egy pár szót. Ahhoz nem merek hozzászólni, mert én víziteknősökkel sose foglalkoztam. Nem. Hogy őszintre legyek, ahhoz sajnos nem szólok hozzá, mert az a helyzet, hogy én hüllőkhöz úgy részlegesen értek, tehát hogy van egy pár faj, amihez értek, meg úgy az alapok, tehát mondjuk hogy kell kígyót etetni, ilyesmik megvannak, de most hogy a Mississippi teknős, meg úgy amblok viziteknősökhöz én nem értek nagyon, mert életemben nem foglalkoztam még viziteknőssel. Európai szárazföldi teknősökről szívesen mesélek, de víziteknős az nem az én dolgom, úgyhogy abban nagyon sajnálom, de nem tudok segíteni, illetékesen nem akarok, mert nem szeretnék neked rossz információt mondani. Nekem is lenne egy kezdő kérdésem, többször láttam már latin neveknél az SP rövidítés, az mit jelent? Az SP az annyit jelent, hogy faj, tehát hogyha az van odaírva mondjuk, hogy Geusa Zerma SP, és oda van írva mögé, hogy Golden Eye, akkor az annyit jelent, hogy a faj az nincsen tudományosan leírva. Tehát Geusa Zerma SP, tehát egy Geusa Zerma genuszba tartozó faj, és az utána jövő név, ami általában vagy az élőhelyre, illetve az elterjedt területre, vagy pedig a fajnak egy specifikus testi jellegzetességére utaló
név. Tehát mondjuk Geozerma sp. GoldenEye az annyit jelent, hogy egy Geozerma genuszba tartozó faj, amelynek arany színű szeme van. Ennyi. Ez a lényeg az sp-nek. Tehát az sp az igazából egy hát határozatlan faj. Nincs még tudományosan leírva. Hobbiba elég gyakori igazából. Tehát vannak részlegek a hobbiba, ahol nagyon gyakori az SP, bocsáskáknál például nagyon gyakran hallani az SP-t, madárpókoknál is több faj van, ami SP-s, ászkáknál is sok faj van, ami SP-s, rákoknál még több, tehát rákoknál borzasztó sok faj, jó, mondjuk az ászkák is rákok, de igen. Meg hát főleg olyan fajoknál szokták, amelyek úgy nem annyira gyakran fordulnak elő a hobbiba, tehát például heteropodáknál gyakori, csótányoknál nagyon gyakori. Tehát elég sok faj van, ami SP-zve van, úgymond, az még várja, hogy valaki leírja tudományosan. Ez úgy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sok, például bocsássák, nagyon sok faj van, amit már több generáció óta tenyésztünk fogságba, viszont még nincs tudományosan leírva. Úgyhogy nagyon jó dolog. Bocsássáknál például még azt hozzátenném, hogyha bejön egy, mondjuk egy új faj a hobbiba, akkor mindig kap egy számot, ez a PSG number, tehát a FASMID, nem tudok jól angolul azon a helyzetben, és tog angolul, csak nem jó a kiejtésem, mindegy, FASMID Study Group-nak a száma, ezt PSG number-nek szokták hívni, tehát kap a faj egy számot, és hogyha kapunk mondjuk egy újfajta hobbiba, aminek tegyük fel, az lesz a neve, hogy Romulus SP, mit tudom én, elterjedés terület, Romulus SP, vietnámi, legyen Romulus SP, vietnám, hülye példa, de mindegy, és ezt mondjuk egy 3 év múlva átváltoztatják egy rendes tudományos névre, tehát Romulus valami, akkor ez egy nagyon jó dolog, bocsáskák, nem, mert megvan ez a szám, és ez a szám nem változik. Tehát látjuk, hogyha még akár egy más genuszba is sorolják át a fajt, akkor megmarad, és így nem keverődik össze az egész dolog. Ez egy nagyon zseniális dolog. De mindegy, ez a lényeg, hogy az SP az azt jelenti, hogy faj. Tehát species-nek a rövidítése amúgy. Mikor még gyerek voltál, volt olyan, hogy úgy vittél haza egy állatot, hogy a szüleid nem tudtak róla, és esetleg le is szittak, tudom, nem ide kapcsolatos, de érdekel. Nem, ez úgy működött, ez a szülők szoktatás az állatokhoz, hogy ugye ahátsigákkal kezdtem, az volt az egyetlen állat, ugye ne legyen több, jöttek a vitorlásgekkók, ne legyen több, aztán ez csak elességállat, jó, ne legyen több. Akkor egy párszor bőrzén voltam, hoztam haza pár állatot, hát leszidva igazából nem lettem soha, csak így mondták mindig, hogy nem kéne több, meg nem tudom. Az a nagyon előnyös, hogyha van egy bizonyos mennyiségű állományod, hogy nem tűnik fel, hogyha hozol új fajokat. Tehát, hogy fel se tűnik már. Azt se tudják, hogy megdobozva mi van, és egy idő után már nem érdekelt. Tehát, hogy hazajöttem suli után, ugye suli vége után még gyors beugrottam egy tenyésztő haverhoz, vagy találkoztam a nyugatinával, akivel cseréltem, vettem akármi, megjelentem, kipakoltam a táskámból még 5 doboznyi állatot. Ja, ezek újak? Ja, és baj? Ja, hát úgyis annyi van, már fel se tűnik. Akkor nincs probléma. Milyen gombád van? Pleurotus eringi és Pleurotus... Kettő Pleurotus faj, a sima laska gomba, annak nem jut most eszembe a második neve. Pleurotus valami. Nem tudom, nem jut eszembe, mindegy, az egyik a sima laska gomba, másik pedig az ördögszekér laska gomba, az pedig a Pleurotus eringi. Ez a két faj van lent a pincében, egyelőre, lássuk meg, hogy lesz még más, egyelőre ez van. Jelenleg tartasz Staphylococcus gutát, tehát nem, sajnos. Sajnos az a populáció, ami nekem régen volt, az ugye 4. vagy 5. generáció után sajnos kihalt nálam, hogy miért, meg ne kérdezzétek. És pillanatnyilag igazából egy másik fajon gondolkozom, amely kinézeti ügyileg és szaporodás ügyileg szinte megegyezik a gutátával, méghozzá a Staphylococcus Julia, igen, Staphylococcus Julian. Ezzel egy különbség van a kettő faj között, hogy talán a Julia egy nagyon-nagyon picivel kisebb, de színügyileg, mintaügyileg és tartás, tenyésztésügyileg nagyon-nagyon megegyezőek, tehát minimális különbségek vannak, és az Németországban gyakran beszerezhető faj, úgyhogy szerintem az lesz így a következő Staphylococcus faj. Én a Staphylococcus-okat mindig is nagyon szerettem, az egy nagyon pacek kis faj, illetve genusz.
borzasztó szépek, borzasztó aktívak, nagyon gyorsan fejlődnek, úgyhogy ez egy nagyon szuper dolog. Kezdő rózsabogarasoknak is ajánlható, csak sajnos Magyarországon nincsen tudomásom szerint senkinél már. Én annó próbáltam kicsit, amikor tenyésztettem a fajt, kicsit úgy szétszórni emberek között, úgy ismerősök között, de én úgy tudom, hogy mindenkinél eltűnt. Legalábbis én nagyon rég nem láttam, hogy magyar csoportokban valaki kirakott, hogyha esetleg valakinél van még, akkor elnézést kérek, de én úgy tudom, hogy Magyarországon sajnos nincs már jelen a faj. Volt már, hogy valamilyen veszélyes általad tartott faj megmart és lett baj belőle? Hát veszélyes nem. Engem csak madárpók mart meg, ami rendelkezik méreggel. Nem lett belőle baj. Hát fáj, meg rossz, meg dagad egy kicsit, meg csíp, meg három napig ég a karod, de úgy nagy probléma nem lesz belőle. És próbálom elkerülni az állatmarásokat, hogy őszinte legyek, mert nem az a lényege a hobbinak, tehát hogy igen. A ptihozon kúlinak tartása mennyire nehéz? Na látod, Dávid, ez megint egy nagyon jó kérdés, nem tudom, sose tartottam még. Fogalmam sincsen, hogy őszinte legyek. Mondom, sajnos az összes fajhoz nem értek, nem tudom. Sajnálom, ebben sajnálom, tényleg nem tudok segíteni, de van egy pár faj, amiben sajnos nem tudok segíteni, mert sose foglalkoztam vele. Köszönöm a válaszokat, igazán nincs mit. Perui ördögbocsáskát nem tervezel tartani, tartottam régen, tenyésztettem régen, és nem, köszönöm szépen, nincs rá szükségem. Több szempontból, nekem annyira nem jön be a faj, szépek meg minden, de valahogy engem annyira nem izgat. Illetve fagyalevő, és nálam a közelben sajnos nagyon kevés fagyal van, úgyhogy az megint egy probléma, amiért nem szeretnék tartani. Mert sajnos, illetve az nem igaz, hogy itt kevés a fagyal a környéken. Van fagyal, csak azok mind lombhullató fagyal félék. Tehát, hogy most is tele van minden fagyal bokrokkal, csak egyiken sincs már levél, és ez nyilván necces, mert hogyha én szeretnék tartani, és akkor tenyészteni is szeretném. Viszont, hogyha fagyalevőekről beszélünk, akkor nem pelufaszmas ultait terveznék, hanem mondjuk valamelyik pszoidofaszma fajt, például pszoidofaszma subapterum, ami egy nagyon-nagyon szép faj, de sajnos nekem a fagyal az nagyon mérsékelt itt, úgyhogy nem feltétlen szeretnék ebbe a fagyalevősbe belekezdeni. Kész vagyok, amúgy nem Camponotus nicobarensisre gondoltál, nem, vagus volt. Értem, azért köszi. Hát igazán nincs mit, sajnálom, ebbe nem tudok sajnos segíteni. Nos, srácok, 40-en vagyunk, ti teljesen őrültek vagytok. Nincs jobb dolgotok, mint szombat este az én baromságemet hallgatni, hát ez elképesztő, nagyon örülök, jó. Jó. És tudnám ajánlani egy olyan bocsáskát, ami többnyire borostyánt eszik. Ott van egy pár faj, ami nem csak többnyire, hanem teljes mértékben tartható, nevelhető, tenyészhető borostyánon. Például az Ungoliai Nexpectata nagyon szépen eszi a borostyánt, például az Oiricanta Calcarata, ami a borostyánon kívül például a fehér akácot is borzasztóan jól zabálja, úgyhogy a Oiricanta Calcarata. Azon kívül a Heteropterix dilatata eszi a borostyánt, viszont nem vagyok benne biztos, hogy hosszú távon ez jól működik, elvileg kellene neki, de ebben most nem vagyok biztos, és még a Trahieraton fajok egy jó része, abban most megint nem vagyok biztos, hogy az összes faj, mert én egy jó pár, hány, SP Aurora, igen. Én három Trahieraton fajjal foglalkoztam, azok ették a borostyánt, úgyhogy feltételezem, hogy a többi faj is nagyon jól eszi, viszont most nem vagyok biztos, lehet, hogy ott van kivétel, de igazából ezek a fajok nagyon jól eszik a borostyánt, nagyon jól nevelhetőek rajta, és tökéletesen működnek. Ezek közül, ami Magyarországon is könnyen beszerezhető, az Oiricanta Calcarata, az Ungoliai Nexpectata, és talán a Trahieraton SP Aurorából még szokott lenni úgy előfordulóba. Jó dilatáta se egy ritka fal. Hoppa. Mondom, dilatátánál azt nem mondanám 100%-ra, hogy hosszú távon jól működik a borostyános etetés, mert én a dilatátáimat általában nem borostyánnal etettem, csak így kiegészítésképpen időnként, viszont általában nem annyira kedvelték a borostyán. Tehát megették, hogyha nem volt más, de inkább azért a szeder rózsa, mondjuk ez a legtöbb bocsáskánál így van, amelyek etethetőek borostyánnal, de igen, úgy ezek a fajok, amik jól működnek borostyánnal. Melyik Magyarországon élő rovart tartod a legérdekesebbnek, és miért? Hát legérdekesebbnek,
Az a nagy probléma, hogy túl kevés fajt ismerek ahhoz, hogy ezt elmerjem mondani. Nekem talán az abszolút kedvenc rovarfajom, amit én illetve kettő van, amit én Magyarországon már nagyon, nagyon nagy szerencsémre meg is tudtam figyelni élőben. Az egyrészt a keleti rablópille, a Libelloides macaranius, borzasztó érdekes viselkedésű faj. Egyrészt nagyon-nagyon rövid ideig repül, ami azt jelenti, hogy késő tavasztól kora nyárig repül csak. Az imágó, ragadozó, főleg lepkékkel táplálkozik, és csak akkor repülnek az egyedek, hogyha gyönyörű szép napsütéses időjárás van, mert külön speciális ultraibolya fénytartományba látnak, és legalábbis én most úgy emlékszem, és remélem nem mondok baromságot, csak akkor tudnak rendesen vadászni, hogyha tényleg felhőmentes az ég, borzasztó érdekes, pluszban meg egy gyönyörű szép faj, tehát igazából úgy néz ki, mint egy lepkének és egy szitakötőnek a kereszteződése, sárga-fekete, ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, a keleti rablópille. Magyarországon ő az egyetlen rablópille faj, ami nálunk őshonos és előfordul, a Libelloides macaranius. Másik nagy kedvencem pedig, amit szintén láttam élőben, az pedig a szagapedó, avagy fűrészes lábú szöcske, Magyarország legnagyobb rovarfaja. Ilyen szép nagyok. Szűznemzéssel szaporodnak, ragadozóak, borzasztó szépek, nagyon érdekesek. Ők Magyarországon mediterrán jellegű szikla gyepeken fordulnak elő, Budai hegységben van több előfordulása, Bértesben van több előfordulása. Én most erről a kettőről tudok, de esélyes, hogy van még egy-kettő hely. Az a lényeg, hogy főleg déli fekvésű mediterrán jellegű szikla gyepeken fordulnak elő. Ragadozót azt mondtam már, igen, nagyon szépek, nagyon nagyok, nagyon érdekesek. Így ez a kettő magyarországi rovarfaj lenne szerintem, ami nekem úgy a nagy favorita, és amit én már láttam élőben, tehát mindkettőnek nagyon örülök, mert mindkettő azért Magyarországon elég ritkának számít. Még hozzátenném azt is, hogy a rablópille szintén ilyen területeken fordul elő, amilyen déli fekvésű mediterrán sziklagyepek, ők is ezeket az élőhelyeket kedvelik. De nyilván vannak nagyon szép lepkefajok, például a Saturnia piri, ugye Magyarország legnagyobb lepkefaja, egy gyönyörű szép Saturni D-faj, éjszakai lepke, és ugyanúgy működik, mint a legtöbb Saturni D-faj, ugye, hogy az imágók csak nagyon rövid ideig repülnek, neki a szárnyfesz távolsága egy ilyen 10-től 12 centi körüli. Tudomásom szerint ilyen májustól repül, talán júliusig, de most ebben nem vagyok 100%-osan biztos, hogy mikor repülnek az imágók. Minden esetre egy borzasztó szép faj, azt láttam életemben egyszer, sajnos az egy nagyon szétrágott egyed volt már, tehát egy igazán szép frissen kelt egyedet nem láttam még, az már egy tényleg az életé végén lévő egyed volt, de például a nagy szarvasbogár is persze egy nagyon érdekes faj, a kis szarvasbogár is egy nagyon érdekes faj, ugye a Dorcus parallelepipedus is egy borzasztóan szép és érdekes kis faj. Nagyon sok faj van sajnos, vagy hülye vagyok, nem sajnos, pont az a jó, hogy nagyon sok faj van. Úgyhogy nehéz választani, de talán mondom a rablópille és a szagapedó, a fűrészes lábú szöcske lenne nekem a két nagy favoritom. Bocsánat, olyan fajokból, amelyeket én már tartottam. Tartottam, amelyeket én láttam élőben. Vargonolát tudom, de nem voltam most itt fél óra. Ja, oké. Terkótakarítás közben legalább van mit hallgatni, amúgy minden tiszteletem a tudás előtt. Ma találtam udvaron. Ászkát, fakéreg alatt van, tipped mi lehet, ez sima, szürke, körülbelül 6 mm hosszú. Nehézkes ez a sima hossz. Hogyha teljesen be tud gömbölyödni, akkor valószínűleg, sőt, akkor biztos, hogy armadillidium faj, hogyha nem tud teljesen begömbölyödni, akkor ami urbanizált területeken gyakran előfordul, a Cisticus convexus, bár az inkább barnás, nem annyira szürkés, a Porcelius crabber, és talán az Oniscus acellus, de az Oniscus acellus annyira igazából szorványos, tehát ő gyakori fajunk. Érdekes, mert Magyarországon én mindig Oniscus acellus sose találtam tömegesen, tehát hogy gyakran találni nem egy ritka faj, viszont hogyha találsz, mindig csak 1-2-3 egyet. Tehát sose az a felfordítasz egy kéregdarabot, és ott van alatt a 40 darab, mint mondjuk a Convexusnál, nagyon gyakori dolog, főleg ilyen urbanizált területeken lévő kiserdőkön, mezőkön, akármi, ekkora kéregdarabot felfordítasz, van alatt 50 darab, semmi más nem. Hogyha teljesen össze tud gömbölyörni egy tényleg egy ilyen teljes gömböt alkot, akkor mindenképp armadillidium, tehát gömbászka. Hogyha nem, akkor én vagy a Porcelius kábert, vagy pedig a Oniscus acellus mondanám valószínűleg, de ebből igazából nagyon nehéz megállapítani.
az én tiszteletemet is teljes mértékben elnyert. Tehát köszönöm szépen, srácok, ez nagyon jó fej tőlek nekem is. Nem kell mindenkinek leírni a köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Nem akarok senkinek itt izét, csak próbálok egy kicsit terjeszteni igazából. Én ezt azért csinálom, ezt az egész dolgot, hogy egyrészt, hogy tudjak segíteni kezdőknek bizonyos fajok tenyésztésébe, tartásába, másrészt pedig, hogy kicsit motiváljam az embereket, hogy ez egy nagyon jó kis hobbi, és tényleg érdemes belekezdeni, és még hogyha nem is tartunk otthon rovarokat, legalább tiszteljük meg a rovarvilágot, és unblock az ízeltlábúak világát, mert borzasztó érdekes, borzasztó változatos, és borzasztóan fontos az egész ökológiai egyensúly számára. Igazából ezért csináltam főleg ezt a csatornát. Ezek az ászkarákok őshonosak Magyarországon. Igen, méghozzá, hogy jól tudom, akkor 52 fajunk van, vagyis Magyarország 52 faj fordul elő. Az ászkarákok, igen, magyarul általában a pincebogaraknak szokták őket emlegetni, talán úgy az alapján talán többet mondok. Elég sok faj van, viszont a legtöbb faj az elég kicsike. Tehát Magyarország, én úgy tudom, hogy 52 faj fordul elő az utolsó tudományos leírás óta, ami Ferenc és Billy Hitch által leírt Magyarország ászkarákjai, vagy a Carpetman's ászkarákjai, most nem is tudom, mi volt a címe a publikációnak. Leírták az összes fajt, és úgy tudom, hogy 52, vagy 52, vagy 62, de szerintem az 52 lesz a találó. Viszont a legtöbb faj, ami Magyarországon előfordul, az nagyon-nagyon pici, és nagyon sok faj talajban él. Tehát amik így nagyobb fajok, azok főleg armadillidiumban van egy pár faj, porcelióban van egy pár faj, Oniscus acellus, Cirrhisticus convexus, tehát azért van egy pár faj, ami nagyobb, de a legtöbb az azért kicsike. Könyvskorpiót már találtál a lakásodba, illetve szerinted van-e haszna? Lakásomban nem, élőhelyen igen, hát haszna biztosan van, lakásban nem tudom mennyire, de minden élőlénynek van haszna a természetes élőhelyén, mert az ökológiájának saját kis táplálékláncának a része, és abból a szempontból biztos, hogy nagyon fontos, úgyhogy minden élőlénynek van haszna. Az, hogy az embernek van-e haszna vagy nem, az nem egy jó nézőpont, mert nem arra van teremtve egy élőlény, hogy az embernek hasznos vagy haszontalan legyen, hanem az evolúció, illetve ez kicsit rosszul van megfogalmazva. Az a lényeg, hogy az ökológiai egyensúlyban mindegyik élőlény a saját kis helyén nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Például a mindenki által gyűlölt szúnyogok nélkül nagyon sok édesvízi élőhely az teljes mértékben felborulna, mert a szúnyogok alkotnak egy nagyon fontos tápláléklánc alapot, méghozzá nagyon sok hal ivadék szúnyoglárvákkal és szúnyogbábokkal. Bábok? Szúnyognak nincsenek bábja? Áj, baromságokat mesek. De vannak, szúnyognak van bábja. Van bábja? Szerintem van bábjuk, igen. Már. Kicsit már lelkileg nem vagyok itt teljesen, de van bábjuk a szúnyogoknak, már totál kész vagyok. Az a lényeg, hogy szúnyoglárvák és szúnyogbábok és az imágók is nagyon fontos része a halivadékoknak a táplálékának. Vannak fajok, ahol a szúnyoglárvák teszik ki a táplálék 80%-át. Hogyha azt elvesszük, akkor egy csomó halfaj, hogyha nem pusztul ki, akkor nagyon megritkul az állománya, az megritkítja a vízimadarakat, a nagyobb ragadozó halakat, stb. És egy egész tápláléklánc borul a francba, csak azért, mert mi nem szeretjük a szúnyogokat. Tehát minden élőlénynek van egy nagyon fontos szerepe, az, hogy mi nem szeretjük, az nem befolyásolja ezt. Tehát az, hogy haszna van, nincs haszna szúnyognak, az ember számára semmi haszna nincsen, az ő saját kis helyén viszont egy nagyon fontos eleme az a táplálékláncnak, az ökológiának, úgyhogy mindenképp egy olyan faj, illetve egy olyan csoport, ami megérdemli, hogy ezen a földön itt legyen. Amúgy már 2 live volt egymás után, ez azt jelenti, hogy rendszer lesz belőle. Hát a rendszer azt nem mondanám, ez mindig ilyen spontán van nálam ez a live-olás, tehát úgy valamikor csinálok egyet, időnként elő fog fordulni, szerintem olyan 2 hetente talán úgy meg. De meglátjuk, ez attól függ, mennyire van kedvem hozzá. Magyarország szárazföldi ászkarák faunájának határozza, pontosan igen, elérhető PDF-en. Nagyon jó, hogy ezt beküldted, mert nem emlékeztem már a pontos címre. Amúgy ezt tényleg ajánlom mindenkinek, ezt a kis szöveget, nagyon jó meg van fogalmazva, és nagyon szuper határozó kulcsok vannak az ászkarákokról, ugye a magyarországi fajokról, de akkor Magyarország, akkor jól emlékeztem, hogy nem Kárpát-medencei. Melyik gekkót ajánlott kezdőknek? Hát ott van egy pár faj, leopárd gekkó az jó, nyilván az ugye a tipik kezdőfaj, igazából vitorlás gekkó is jó kezdésnek, a gyászos gekkó se rossz kezdésnek, van egy jó pár faj, ami igazából ajánlható kezdőknek. Ha bármilyen állatot takarítasz, vagy rendezésben van valamelyik terrárium, csinálhatsz róla videót, mert bármilyen állatról megnéznék videót. Jó, ezt megjegyzem, de ezt általában úgy mellékletesen szoktam mindig csinálni, mert nekem általában úgy van, hogy 2 dolgot csinálok egyszerre, triopszoknak vizet cserélek, közben csinálok meg egy kecót. Egyébként az afrikai óriás ezerlábúnak az ülléke irritálja az ember ornyák a hártyáját, mert én nekem azt mondták egyszer.
Hát, hogyha belekened az ürülékét az orrodba, akkor könnyen lehet, a szagát az semmiképp sem. Ugye a legtöbb ezerlábúnak van egy ilyen váladéka, ami a ragadozók elriasztására használatos, de azt sem feltétlenül a szemelet irítálni nyilván nem érdemes belekenni, ez egy sárgás, általában ilyen vasszagú folyadék. Ez, hogyha bőrre kerül, és például beleszivárog egy sebbe, az elég erős. Hát, hogyha sebbe szivárog, azért csíp rendesen, hogyha bőrön van, akkor irítálhatja egy kicsit. De szerintem, hogyha nem kened bele az ezerlábúak ürülékét az orrodba, akkor elvileg nagy probléma ebből nem lesz, legalábbis én erről sose hallottam még. A szaguk az pedig nem. Tehát, hogyha ezt a váladékot kinyomja és nagyon közelről megszagolod, akkor olyan, mintha ecetet szagolnál, tehát egy kicsit érzed ezt a csípőhatást, maróhatást, viszont hogyha most így tartasz egy ezerlábút, vagy kinyitod a doboz teráriumot, akkor nem, tehát attól égvilágon semmi problémát nem lesz. Mennyi idő, hogy ki kelljen egy ászka, ez fajtól függ. Ez nagyon durván fajtól függ, igen. Hát én erre most nem nagyon tudok semmit sem mondani, most nincs nagyon fejbe semmi, úgyhogy őszinte legyek, van pár ászka folyam, de nincs fejbe, hogy mennyi ideig tart az ilyen folyamat. Most kezdtem tartani, és azért kiérdek ennyit. Figyelj, egy pár hónap alatt megjelennek az első növendékek általában a legtöbb fajnál, úgyhogy elvileg nem kell rá sokat várni. Nos, srácok, 84. majdnem 85. percig, mindig 41 élő néző, hát borzasztó jók vagytok, köszönöm szépen, 32 like, még jobb. Lassan véget szavunk ennek a sztorinak, mert elérkeztünk itt is az utolsó kérdéshez. Ez nem is kérdés, köszi, oké, nagyon szívesen, nem is kérdés, szuper. Úgyhogy mondanám azt, hogy befejezzük itt ezt a live-ot. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, zseniális volt, már megint tök jó volt kicsit beszélgetni, csak kezd száradni a nyerőcsövem, meg a légcsövem, meg úgy az egész torkom. Úgyhogy szerintem ezt most befejezzük a 84. percnél. És igen, hogyha még esetleg nem tettétek meg, akkor mindenképp iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és írjatok valami kedveset a kommentár szekcióba, aztán pedig találkozunk a következő live-nál, vagy következő videónál, addig is szevasztok!